Nyíregyházán az Oltalom Szeretett Szolgálat Rákóczi úti épületén éppen a fal és tető szigetelés, valamint a lámpatestek cseréje zajlik, emellett megújulnak a gépészeti megoldások és a melegvízellátás. Mindez az intézménynek takarékosabb gazdálkodást biztosít, valamint nyáron és télen is jobb körülményeket nyújthatnak így az ellátottak számára. Az időjárás és az ellátás között van összefüggés. Télen valóban egy kicsit zsufoltabbak vagyunk mindig, mert a nagy hideg elől érkeznek hozzánk az ellátottak. Az úgymond normál időszakban sokan vannak, akik szívességi lakhatásban, meg város környéki elviselhető körülmények között húzzák meg magukat. Ugyanaz a tapasztalat egy kicsit a szélsőséges meleg időjárást illetően is, hogy amikor nagyon nagy meleg van, akkor többen jönnek. Nyilván a hőség elől való védelem miatt, amelyet mi megpróbálunk nyilván enyhíteni. Egyrészt akkor a hőszigetelt helyiségekkel elviselhető körülményeket teremteni, vizet, ellátást, tehát a népkonyhával étkezést biztosítani, illetve ruhák kimosásával és a zuhanyzás biztosításával, hogy azok, akik a utcán élnek, azok azért ne legyenek a hőségnek kiszolgáltatva, hát többek között a úgynevezett vörös kód is ezt a célt szolgálja, amit mi minden évben, jó, hogy van vörös kód, de nem azért csináljuk, hanem hát ez egy természetes szakmai kötelezettségünk. A vörös kód egy speciális figyelmeztetés. Nyáron a 27 Celsius fok feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat veszélyjelzésének időtartama alatt rendelik el. A célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer figyelmét arra, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata az életvédelme. A hajléktalan ellátó intézmények mellett a nem ezzel foglalkozó intézményeknek is kötelessége a riasztást figyelembe venni. A szakemberek újra felhívják a figyelmet, ha hajléktalan embert látunk az utcán, semmiképpen se adjunk pénzt, de ne maradjunk közönösek. Ha úgy ítéljük meg, hogy segítségre van szüksége az utcán élőnek, hívjuk a megfelelő szerveket. Az Oltalom Szeretett Szolgálat Rákóczi úti épületében egyébként hamarosan a pszichiátriai betegek nappali ellátását is megnyitják. Ez több szempont is indokolja. Egyrészt sajnálatos módon a ellátottaink között megnövekedtek az ilyen típusú betegséggel küzdő emberek. Hát ez az egészségügyi rendszer problémájából adódóan jönnek, és mi vagyunk számukra az utolsó állomás. Most erre a nappali melegedő, meg az éjjeli menedékhely sincs, nem vagyunk rá fölkészülve, mert mi nem egészségügyi szakemberek vagyunk, hanem a szociális szférából. Most azért, hogy egy kicsit el tudjuk választani a munkát, úgy is mondhatnám, hogy profiltisztítás, hogy a nappali melegedő maradjon a szociális szolgáltatásnak a belépő kapuja a rendszerbe, és a pszichiátriai betegek nappali ellátása meg egy sajátos segítséget és támogatást igénylő rétegnek a megsegítésére hozzuk létre, hogy őket meg szintén a saját szükségletük szerint tudjuk segíteni és ellátni. A nappali melegedő és a már működő szenvedélybetegek nappali ellátása mellett egy újfajta szolgáltatást biztosítanak így azon hajléktalanok számára, akiknek pszichiátriai segítségre van szüksége.